A cégnél egy nagyon jelentős dolog az, hogy nem válogatunk olyan értelemben a nyersanyagban, hogy... A cég projektmenedzsere vezette körbe a vendégeket a Young Majtisi gyárban. A vállalat szatmári és beregi gyümölcsökből és zöldségekből állít elő konzerveket, befőtteket és italokat. Legfontosabb az, hogy a beérkező alapanyagnak olyan szelekcióját tudjuk végrehajtani, amely akár beltartalmi értékben, akár szín, aroma, egyéb paraméterekben ugye a legkiválóbbak, illetve a helyi adottságokat legjobban tükrözi. Ezért ugye beszerzésre került, ahogy láttuk is, egy olyan optikai válogatórendszer, amely egy teljesen automatikus programozással azokat a minőségi paramétereket, amelyek ezekhez a céltermék ellátáshoz szükséges, programozható, külön választható, külön kezelhető, illetve külön feldolgozható. A fejlesztéssel egyrészt növelni tudták a vállalat kapacitását, másrészt olyan új termékeket is elő tudnak állítani, amelyekkel a világpiacon is meg tudnak jelenni. Mindenképpen az a célunk, hogy a szatmári termékeket a világpiacra ki tudjuk juttatni, hogy máshol is tudják, hogy ez a Szatmáron lévő gyümölcsök azok azért nem más országokhoz képest, itt a három folyó, a Tisza, a Szamos és a Túr háromszegébe, meg ilyen klímába termel gyümölcsöknek az ízeit, ha belerakjuk egy ilyen dobozba, akkor a világ bármelyik pontján ezt el tudjuk mondani, és be tudjuk mutatni, és ha megkóstolják, akkor azt mondják, igen, ez több, mint más országokban termelt gyümölcs. A rendezvényen részt vett Németh Szilárd, rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos, aki a gyár energiatakarékos működését emelte ki. Ők nem várták meg ezt a brutális energiaválságot, amit itt a szomszédunkban zajló háború, meg az arra adott hihetetlen rossz brüsszeli szankciós politika okozott, hanem már előre fölkészültek, hiszen a kormánynak voltak olyan programjai, amivel az energia felhasználás fejlesztését, korszerűsítését, zöldebbétételét támogatták, és az egyik ilyen program, például amikor kérdeztem, hogy mi a helyzet az ipari gőzzel, az hihetetlen energia szükséges. Ők már ezt nem gázzal csinálják, hanem biomasszával, hoppá. És a világítás, fűtés, a gépeknek az árammal való ellátása, azt mondták, ezen is túl vannak, mert van egy napkohójuk, napelemes a történet, úgyhogy én ehhez az előrelátáshoz is csak gratulálni tudok. Igazi minta ez az üzem, igazi jó üzenet Young Majtisról az ország minden részébe. Tilki Attila, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője azt mondta, szükség van az Agricoléhoz hasonló cégekre, mert ezek úgy tudnak exportra alkalmas termékeket előállítani, hogy közben a helyben megtermelt gyümölcsökre és zöldségekre alapoznak. Ha arra gondolunk, hogy a lekvár az meghatározott terméke a térségünknek, a pálinka meghatározott terméke, ez egy harmadik irány, hogy az üdítő ital vagy a gyümölcsből készített gyümölcslé is fontos eladható áru cikké válik, amire persze van kereslet, hiszen most mindenki a természetes, helyben készített, igazolható eredetű termékeket keresi nagyon helyesen, és hogyha a magyar vállalkozásokat, magyar terméket tudunk állami támogatással támogatni, akkor ez mindenféleképp nagyon helyes. A beruházáshoz a cég 960 millió forintos uniós támogatást nyert, amelyben partnere volt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem.